Sziasztok, ez itt a Monday Shark Life 161. adása, és az adásnak pedig a második része. Krisztián műteni fog. Az nekem csak nem jelent akadály. Üdvözlök itt a YouTube-on mindenkit, ugyebár 4-5 hete van ez az... Várjál, 4-5 hete történt ez az adás, amit most leadunk nektek. És amint látjátok, itt vagyunk a Steak Trezorba, és rettentő jó kaját fogunk enni. Négy hete itt ülünk, várjuk, hogy felkerüljünk a YouTube-ra. Szóval üdvözlök mindenkit, ne felejtjétek azt, hogy az adásnak az első része a Facebook Dani Building oldalán megtalálható, amit körülbelül hányadika van? január 31-i feltétellel tudjátok megnézni. Szépen lassan haladunk, reméljük, hogy most már egy csomó adáson túl leszünk, mire ez felkerül. És mindig láttam, hogy olvasós filmet, és ki akartam próbálni mindig. Én egy kicsit szarul érzem így a Krisztián mellett magamat most így. Szóval folytatnánk az adást, és egy kicsit, ahogy megszokhattátok már a múltkori adás után, ez egy kicsit ilyen... Peti diétál van, nem evett. De, evett. De nem, sztéket evett, meg salátát. Én is szolidaritást vállaltam vele, úgyhogy azt tettem. Most egy kicsit tartalmasabb a kajánk, és ez egy kicsit szabadabb hangvételű ez a műsor. Nekem az, amit ugyanúgy, hogy így mondjam, szerettem volna megkérdezni, melyik voltak, vagy volt-e olyan történés, vagy szokott-e olyan lenni nálatok a versenyzésnél, amikor vége van a versenynek, hogy van valami nagyon, amilyen rettentő jó poénok szoktak lenni. Legalábbis nekem, én mindig elbaszok valamit, és mindig belemegyek valamilyen hülyeségbe minden versenynél. Nálad volt-e az utóbbi időben ilyen? Mondasz erre egy példát, hogy legalább tudjak. Aha, például nézzük meg. Hogyha el akartam menni versenyre, akkor úgy kezdődött, hogy lerobbant az autóm. Legelső versenyre pont volt én, igen. Lerobbant az autóm, amikor odaértünk, akkor nem volt még beengedés, úgyhogy versenycuccban álltam még a helyet, mielőtt kinyitották volna egy órát a kurva hidegbe. Aztán utána miután már az ideg szétbaszott, akkor bementünk, akkor a Nórit nem találtam meg. Hogy le tudjon barnítani, más barnított, más színem lett, már idegbeteg voltam teljesen, na és akkor elkezdtem görcsölni. Például. Olyan, hogy pózgatját otthon hagytam, olyan azért volt. Olyan, hogy az autónk lerobbant az első versenyemnél, az természetesen volt. Olyan, hogy utoljára regisztráltam be, persze már nem, hogy elkéstem, hanem elmentem először, rosszul volt a sor, visszamentem lefeküdni, aludni, visszamentem, és éppen be tudtam regisztrálni, ilyen is volt. Ilyen apróság mindig vannak, de ilyen nagyobbak, mint neked, azért így nem. Autórobbanás, a legelső versenyről tisztán emlékszem, hogy a kedves barátaimmal jöttem fel, Gergővel, Walterra, Erikkel, a nyíregyházi barátaimmal, és nem tudom mivel jöttünk, de ez már 10 év volt, talán valamilyen szar egy Devo Expert, vagy valamivel, és én kérdeztem, hogy ez a gomb ez mi? És mondja, a sportgomb tesó, nyom be. Benyomtam és kikönyököltem a motor. Kikönyökölt a motor, és ott azért hideg volt, vártunk, azért jött másik barátunk, felvett minket. Ugye abban az időben, tehát azért nem ment fényesen a szekér, tehát egy zsugorásán vízre is éppen úgy dobtuk össze, nem tudom hányan voltunk. Hát ilyen sok volt. Tehát ott még azért megkérdőes volt, hogy a versenyzői karrierem beindul-e vagy nem. Azóta a nagyobb gigszer az nem volt, azt hiszem, nem. Nem. Mit gondolsz arról a tényről, mondjuk a kaja az bazd meg, az iszonyatosan jó. Legalábbis nekem ez most nagyon bejön. Az a baj, nem merem elkezdeni, mert könnyűleg tiszta hamburgás. De nem, mindjárt, igen. Nyomast. Szóval, mi a véleményed arról, hogy azt szokták mondani, hogy a versenyzők azok általában az első 2-3 évben repülnek, és utána valami nagyon nagy behatás kell ahhoz, hogy hirtelen elkezdjenek újra fejlődni. De általában addigra az emberek meg elvesztik már azt a motivációt, amivel kezdték. Még egyszer.
annyira gondolkodtam, hogy egy hamburgert, hogy igen, hogy mi az oka annak, hogy elvesztik a motivációkat? Tehát mondjuk egy-két évig mindenki meg tudja tartani, azt utána hirtelen elvesztik. Gondolom a versenyzők nagy részén esetleg, ha nem ugyanaz eredmény, hogy ők szeretnék, akkor nyilván az visszavesz a kedvükből és a lendületből. Szerintem, ha egy versenyző sikeres, akkor a siker az erre jobban motiválja, hogy még fentebb lépjen és még sikeresebb legyen. Amiatt elvesztik... Mindig kell a sikeresség? Nem feltétlen, mert a kudarc is lehet igazából motiváló. Az is lehet egy ilyen újfajta erőt adhat. Erre céloztam. De valaki például hiába nem eredményes, mégis szereti csinálni, mégis szívvel élekkel csinálja, és mégis úgy gondolja, hogy lehet, hogy most negyedik, vagy ötödik, vagy hatodik volt, de önmagát felülmúlta, jobban teljesített a felkészülés alatt, esetleg kitolta a saját határait feszegette, ezáltal ugye sokkal magasabb szintre lépett a személyiség fejlődése is, tehát több fajta oldalról is meg lehet ezt közelíteni szerintem. Én 4 évig nem értem el szart se, konkrétan. De motivált maradtál, vagy nyilván csalódott voltál, de körülbelül 2 napig. De utána is azt mondtad, hogy a passzom se fog többet versenyezni, vagy nem volt ilyen? Két napig nem versenyeztem. Jó, meg minden évben megígértem mindenkinek, hogy ez az utolsó. Na ez és lesz több egyébként? Ezt 19 évig ígértem meg, úgyhogy... De ez most... még szezon, vagy nem lesz szezon? Nem lesz szezon. Soha lesz. Többet? Azt nem mondom. Nem tudom, hogy lesz szezon. Na. Vannak itt nekünk vendégeink, és állítólag nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok kérdéssel készültek. Úgyhogy remélem most fel fogják tenni, és hogyha megpróbálom majd mindegyiket visszaidézni, mert hogy a mikrofon az nem feléjük áll, és nem biztos, hogy fogják hallani. Igen? Igen? Ne csak mi szenvedjünk a kaja kérdezés közben. Az előző videóban mutattál egy gram fontos ékszermérleget, az csak glutamin kimérésére szokták használni? Nem. És arra, hazarra használtam egyébként. De ez nem az a mérleg, ez egy már másik mérleg, de... Nem, ez az a mérleg is, még aktív időszakomból volt. És ez milyen gram pontosan? Tehát az mit jelent? 3,6? Gram pontosan, ez elég pontos volt, igen. Ez nem tudsz beáfolodakni, vagy... Megvágjuk, úgyhogy nyugodtan. Szerintem azt alakult be. Nem, akkor nem. Nem járnánk jól egyikünk se, szerintem. De egyébként tényleg azért használom. Akkor mondjuk megint feltette, tehát akkor én megkérdezem, ez meg volt vágva. Elméletileg láttunk egy olyan mérleget nálad, ami 10 gram pontosan mér. Azt diétánál szoktad használni? Valamit is megkérdezted. Na jó, ugorjunk tovább. Bár, nem, nyugodtan nyomas. Azt mondta, ez a kötetelem. Igen, azért mondom, nyomas. Látom intelligensnek. Nyomas, nyugodtan el vagyunk. Nem, én készültem egy olyan kérdéssel, ami szintén talán egy kis információt szolgált. Az főleg mondjuk srácok számára, de én is kíváncsi vagyok rá, hogy ugye nyilván egy tömegedés sporton nagyon sokat eszel. És hogy ezt a fajta rengeteg minőségi ételt, hogy tudod rentábilissá tenni, hogy úgy jöjj ki belőle, hogy nem égszel teljesen minden hónap végére csak a kajából. Tehát, hogy mit ajánlál azoknak a srácoknak leginkább, vagy aki tömegel, hogy be tudja osztani. Anyagilag? A kaját, igen. Mert az... Na most nekem sem volt mindig ezért, tehát én... Sokan nem tudják, most nyilván már megtehetem, meg van szponzorom is, 20 szponzorom, meg anyagilag úgy állok, hogy megváltam a legjobb minőségű kajákat, de régen azért ez nem volt mindig így, tehát én nagyon jó módú családból származom, ez nem titok, én gyerekkoromban megkaptam mindent. Édesapám, amikor erről még nem nagyon beszéltem, szemnyíltam, de a saját csatáromban csak akartam. Majd édesapám, amikor csődbe ment, én 21 évesen elmentem otthonról, úgyhogy fogalmam nem volt, hogy gyakorlatilag hova megyek. Volt, hogy barátomnál aludtam, majd utána lett egy munkahelyem, de nyilván lakással bért nem volt pénzem. Utána nagy nehezen volt pénzem, teremedző voltam, és egy üres lakást béreltem, amiben bútor se volt, egy matrac volt, se függöny sem, mert nem volt pénzem, megvenni egy kurva függöny se, meg egy ágyat se, meg semmit. Volt egy konyhám, egy kontagrill, meg egy matracom, meg zsákó baruhám.
Tehát én nekem, mikor nem volt pénzem, akkor a kellett, akkor kaját loptam a boltba. Virstét vagy amit kaját, tehát nem szégyen. Nem voltam mindig ilyen helyzetben, hogy megtehetem, viszont akkor is próbáltam ebből kihozni a maximumot, edzeni akkor is szerettem. Bár lehet nem kajáltam olyan jól, vagy nem táplálkoztam olyan minőségen, az edzéssel próbáltam kompenzálni. És úgy gondolom, hogy amennyi pénzt el lehet szórni gyors ételmekbe és szarkajákra, abból a pénzből, kevesebb pénzből is egy fél kiló csirke mellett megvenni, meg esetleg rizst, meg zöldséget hozzá, meg kis gyümölcsöt, zabot megvenni, szerintem az a normálisan táplálkozni esetleg akkor se tudnál olcsóbban kihozni, úgyhogy... Azért nem beszélünk olyan nagy összegekről, mert most én a tömegezésemből saját magamból indulok. Én 1000 gramm nyersemérve 1000 gramm rizst tettem meg egy nap. Az mondjuk legyen basmati rizs. Hogy bírtál annyit megenni? 4x250-et. Beszorás. Volt olyan, hogy a terembe jöttek be az emberek, így ültem, és így, tök jó, és pont a Mile zsombor volt. Egész napi kaja. És így, megkérdezte, tök jó, hogy így betudtad, hogy is dobozolni, ez tök jó, hogy neked elfér, így ez mondom, az egész napi kaja, és így mondom, milyen egész napi kaja, mondom, ez az egy kaja. És így le voltak dömmel. Tessék? Tehát most megnézed, 1000 gramm rizs, mondjuk, hogy a basmatit veszel, mondjuk egy Aldiban 800 forint. Hogyha veszel egy... 500 is, meg 600, igen. De azért mondom, hogy így durván. Hogyha veszel mondjuk, én 1 kiló halat vettem, az mondjuk drágább, de hogyha mondjuk csirke mellett veszel, az 1600 forint mondjuk, egy kiló igen. Most már. De mondjuk ezresér is szuliéktől ezresér meg lehetett venni annó. Most mondjuk legyen 1150, azt hiszem most náluk, vagy valami ilyesmi. Akkor vagyunk durván 2000 forintnál, meg mondjuk 1000 forintért veszel zöldséget, vagy 800-600 forintért, mert azért lehet olcsóbbakat is venni, mindig a szezonálisakat. 2005-ből kijössz per nap. Hogyha bemész egy gyors étkezdébe, azt 5000 alatt nem vagy meg. De csak legyen akkor 3000-ben. Ja. Köszönöm a választ, ez nagyon teljes körül volt. Hát próbálnak kitérni. Egy kicsit komolyan vizetésed. Fogunk is. Biztos van kérdés a Dalinak. Nekem? Hogy lenne? És az mind fejbe. Sok ilyen nagyobb súlyú vagy magasabb kategóriában induló testépítő nem szereti a men's physique vagy a bikini kategóriát, vagy a bikini kategóriát. Neked mi a véleményed ezekről? Magával a kategória nekem semmi problémám nincsen. Hogy nézzek ki, basztam én. Mind a kettőben vannak jó fizikumok és nagy teljesítmények. A probléma azzal van, mikor esetleg a gyengébb fizikumú srácok, vagy nem magasabb szintű lévő menszfizikes srácok már ilyen sztárlőket kezdenek itt bolygatni a semmire, tehát nulla teljesítménye, saját YouTube csat, amivel semmi probléma nincsen, de úgy gondolom, ha nincs mellette teljesítmény, akkor tehát tudja magát hova rakni. Nagyon sok srác nem tudja. Nagyon kiemelkedő fizikumok vannak bikinibe is, menszfizikbe is, kurva jó fizikumok vannak, de azok a srácok, azok tényleg jó fizikummal rendelkeznek. Tehát az simán, sőt a mostani men's physique srácok profiba simán testépítő fizikum. Régebbi superbody versenyt, ha csak a felső testet nézzük, akár egy újoncot lazán nyertek volna, vagy egy opent is. Tehát vannak itt nagyszerű teljesítmények, én nem nézem le, nem degradálom ezeket a kategóriákat. Nyilván nem könnyű, a könnyű szó az nem jó, tehát valamivel könnyebb érvényesülni az én kategóriámba, azért egy profi, open-es fizikumot felépíteni, az rengeteg idő. Itt ez a kategória például jó lehetőség lehet arra, aki nem akar ilyen nagy izomtömeget felpakolni, nyilván nem akar ennyi egészségügyi kockázatot bevállalni, mert ezzel jár, és viszont szeretne, mert szereti a sportot versenyezni, tehát ez tök jó lehetőség, mert régen nálunk nem volt ilyenre. Esetleg ha valaki nem volt nagyobb tömeg, akkor Dani mit mondta? Kisfiam, menj nézd most, hogy jár meg, és akkor majd gyere vissza. Hát az én időm, amikor 2001-ben elkezdtem, akkor volt a testépítő kategória. Meg volt a? Meg a testépítő meg kategória. Meg női ízé volt, fitness és kész. Nem volt más. Most ez egy nagyon jó lehetőség arra a klasszik kategória is már, hogy egy sokkal élhetőbb, meg tehát sokkal közelebb van ez a kategória az átlag a srácokhoz, akik versenyeznek arra, mint a testépítő. A testépítő kategória az egy open, az nagyon sok áldozata, meg nagyon sok lemondása egy olyan fizikumot eljuss, meg idő. Itt viszont
hamarabb el tudsz egy olyan szintre lépni, hogy színpadrás. Úgyhogy szerintem jó is ebből a szempontból, meg rossz is, mert nagyon-nagyon feljegyült, már mindenki versenyezni akar. Tehát nem magával kategóriában van baj, hanem az olyan emberekkel van baj, akiknek nincs önértékelésük, és nem látják a tükörbe, hogy ez a fizikum, még ez nem versenyre való, nem kell foggal körömmel felállni. Kicsit még izmosodjon meg, és menjen később. Tehát én ezt a kategóriákat például csípem. Nincs vele semmi baj. Én, hogyha hozzátehetnék valamit, én inkább az alázati kérdést is látom problémának mindemellett. Mert némely versenyzők, akik elkezdenek idézőjelben, még az első szezonjukra mennek, azok már olyan szintű, és itt lányok is, és mondjuk vagy megcsináltak egy szezont, és egy neve nincs versenyt, és mondjuk volt 6 darab induló, és akkor lettek elsők, és akkor utána úgy gondolják, hogy már hozzájuk se lehet szólni. És nem... Vagy már coach lesz, vagy? Igen. Felkészítő. Vagy majdnem pro. Mert nekem a kedvencem az volt, amikor volt egy versenyző, elment egy IBB versenyre, ott men's physique-be minősítőn ezüstérmet kapott, és azt rakta ki, hogy Magyarország második legjobb testépítője vagyok. Ezt véletlenül azért láttam, mert bejelölt egyszer Facebookon, aztán visszakövettem, és így mondom, Jézus Úristen. Nekem másik kérdés, mivel ez már egy kicsit ilyen cenzúrázatlanabb adás, kivéve az előzőt, mert azt kivágtuk. Szóval... Az, hogy drog? És szemére? És ezt is vágtuk. Közben már könyögi tiszta szószos vagyok. Igen, figyelek. Szóval... Nem tudsz szépen enni. Esélytelen szépen enni, érted? De nem is azért jöttél, hogy szépen enni. Nem is akarok szépen enni. Na látod, egyél csak. Szóval a kérdés, és megpróbálom minél hosszabbra nyújtani, hogy minél többet tudjál lenni közben. Mostanában inkább abba az irányba mentek el, és hogy vegyük itt a testépítőket. Én igazából őket nagyon a mostani felvillanó és levillanó, vagy inkább eltűnő testépítőket én hullócsillagoknak szoktam hívni, mert hogy, ahogy az előbb is említettük az előző részben az adásnak, vannak akik 2-3 évig tündökölnek, úgy gondolják, hogy ez jó, és utána, hogyha mondjuk hirtelen megállnak a fejlődésbe, itt tegyük hozzá mértéktelen anyaghasználat miatt, én úgy gondolom, főleg az utóbbi időben, akkor elmegy a kedvük. Tehát a kérdésem az igazából az lenne, hogy mi a véleményed mostanában, hogy látod a mostani fiatalokat, mert te azért jobban kapcsolatban vagy a mostani fiatalokkal, mint én öregebb. szóval a kérdésem az az, hogy mit látsz így anyaghasználat terén, merre fele megyünk? Tudatlanságot. Borzasztóan a sötétséget látok. Mindenki a gyógyszerbe keresi a szent grált, hogy majd az működik, ha több gyógyszer, az akkor több bizon meg, mert akkor nagyobb leszel. Én szerintem most használom a legkevesebbet, és most erősödök a legjobban, most legnagyobb a tömegem, tehát nem... titok pontosan, tudom mennyivel kell számolnom, és 340 mg-ot használok a rantárból. 300? 40 mg, tényleges mg-ot, tehát ez... Az viszont... Más nem, éppen, ilyen... nem éppen több, főleg a 750, meg kérdezik, hogy heti például 4 milli szuszi vagy a rantátot használni, de ezt még meg kéne emelni, ezt kérdezem, hogy hova, mi a faszom, hát mondom, minek? Nincs. A probléma ott kezdődik, hogy alap... naturál szinten nem érnek el egy olyan szintet, hogy arra tudjanak esetleg gyógyszert használni. Tehát nem ütik meg se az erőszintjük, se az izomtömegük, hogy ők olyan szintre jussanak. Ez amit egy házat akarnál építeni, és nincs a megfelelő alapja, és a tetőt kérni lehúzni lehet. Úgyhogy tehát naturálban is lehet erősnek lenni, naturálban is lehet izmot felszedni. Sőt, naturálban is lehet kurva jó fizikumokat elérni. Csak most már az a baj, hogy mindenhonnan azt sugárazok a fiatalok felé, hogy ez lehetetlen. Naturálban nem lehet jól kinézni, naturálban nem lehet erős, de pedig lehet. Hát kitartás kell. Ahhoz ugyanannyi kitartás kell, mint hogyha egy nagyot mindenki állhatnám. Időt akar spórolni, mindenki ilyen instant akar sztár lenni, vagy fitness szerep lenni, azonnal akar eredményeket, azonnal nem jön eredmény. Ahhoz, hogy te eredményes legyél, vagy nagy nevet építs fel, az rengeteg munka és év. Én soha nem azért kezdtem edzeni, hogy majd az a bereckiliszán legyek, aki most látok, hogy híres, meg ismert legyek. Én azért kezdtem edzeni, meg versenyt, mert szerettem.
És nem, én elszemertem a gondolni, hogy ebből nekem ebből ez lesz a munkám, vagy ebből tudok élni. Mindig, de te mindig is egy celeb voltál. Valahogy úgy, ahogy megjelentél, akkor mindig az volt a Berecki Krisztián. De nem tudom, hogy miért. Nem tudom. Talán... Még a csajoknak egyértelmű, de... Mert mindig is volt egy stílus, nem akartam senkit másolni, nem akartam senkit majmolni. Próbáltam egyenlőségben, van egy megosztó stílus, amit vagy szeretnek, vagy nem. Tehát talán nincs át, mert vagy valaki kedvel, vagy valaki utál. Tehát, de nem, soha nem azért akartam versenyezni, és mindig néztem akkoriban nagy testépítőket, hogy kinyitotta például a szekrényt, és ömlött ki a tápkieg. Hú, mondom, bazd meg, milyen jó, nekem meg egy doboz fejjel nincs pénz, amit nézegettem, és de fasz lett. És most meg igazából nem is gondoltam, hogy ezeket el tudom, hogy ilyen szintre tudok jutni, vagy érni. Viszont még mindig nem aknáztam ki magamban a potenciát, meg a lehetőséget ilyen téren sem. Amit a nevemből tudnék profitálni, vagy keresni. Most kezdem úgy, mert én nem... Mondjuk én azt hittem, hogy kapok egy Berecki pólót, de hát igazából nem. Egyébként ez is nekem nagy álmom, hogy vágyom, hogy egy saját olyan brandet, erős brandet építsek, ami megállja a helyét, és ez később szeretnék ruházati márkát, stb. De a probléma azzal abban volt, hogy soha nem is hittem el például, hogy most csinálnak egy pótot, hogy ezt kéne valakinek, vagy hogy én azért ezt az online dolgot is elkezdeném, én kisütő voltam, hogy az ki a faszom szeretne tőlem edzéstervet, ételet vásárolni, vagy kifizetni ezért, és még hogy meg sem csináltam az oldalt, így is jó páran szoktak megkeresni, és ételet, meg is edzéstervet kérni, úgyhogy amennyire magabiztosnak tűnök kívülről, annyira nem vagyok magabiztos ezzel, hogy ez sokszor úgy gondolom, hogy ez, vagy például a YouTube, hogy ez kinézi, meg kit érdekel. És mikor például megállok egy benzinkúton egy random helyen, és akkor egy srác mögöttem, és mondjuk jó volt a videó. És hátra nézek, és mondom, köszönöm szépen. Tehát, most kezdem azt eljönni, hogy ebből, most kezdem majd kiaknázni, amiből ezt tudnék esetleg profitálni még többet. Úgyhogy visszatérve a kérdéshez, amitől elkanyarodtam. Sose gondoltam, sose azért edzettem, vagy kezdtem, mert én ebből nem szerettem volna anyagi javat húzni. Én ezt szerettem, ez volt az életem, azért csináltam, mert szerettem versenyezni, szerettem a versenyzést, tehát magát. Nem azért, most felnézzenek rá, meg ismerjenek, az csak ennek a hozama volt igazából. Az én szememben mindig is mondhatni azt, hogy egy kicsit ragyogtál. Én valamilyen módon, szerintem valakitől én hallottam azt, hogy akkor, amikor te elkezdtél, vagy akkor, amikor elkezdtél sportolni, akkor még elméletileg én úgy hallottam, hogy még a családotok egy jobb módú család volt, és utána történt valami, azt nem tudom, hogy mi, de nem is ez a lényeg. Nem is ez lesz a lényeg a kérdésnek, hanem az, hogy elszegényedett a család, vagy problémák lettek. Én igen, gyerekkoromban nagyon... Mindent megkaptam, mindent elhalmaztak. Tehát az édesapám abban 20 évvel ezelőtt olyan helyzetben volt, hogy mindent megtudott. Amire kiítottam a szám, azt gondolkodás nélkül azonnal. Mindegy, hogy ez ruha, mindegy, ez abban az időben 20 évvel ezelőtt egy nagyon drága bicikli, vagy mindegy. Tehát például, laktunk, azt hiszem ott a térségben, ott nagyon nagy, ott a gyakorlatilag majd, hogy nem ott a megyei szinten is szinte nekünk volt például, nekem volt először számítógépem, tehát és minden megadott, és utána nyilván miután ez nincsen, vagy ez megszűnik, akkor rossz, mivel úgy nevelkedsz, meg úgy nősz fel, hogy arra alapozol, hogy neked megvan a jövőd, mivel édesapád olyan a helyzetben, hogy neked soha nem lesz gondod. És mikor az egyik hétről a másikra közé vált, hogy nincs pénz, elfogyott. Ugyanebben a cipőből vagyunk. Nincs mit, itt gyakorlatilag ők nem ettek, vagy nem vettek maguknak szinte enni, csak esetleg ettek zsömlét, meg kellett, hogy Krisztián tudjon csirkemelt enni. És én ezt nem tudtam, amikor ez tudatosult bennem, akkor fogtam, összepakoltam és elmentem, hogy ne legyek a terjükre. És én innen építettem fel gyakorlatilag nulláról fel. És a kérdésnek a másik része az pedig az lenne, hogy én nagyon sok fiatalt ismerek a teremből bárhonnan, és nagyon kevesen tudnák ezt feldolgozni. Te emlékszel rá azt, hogy hogyan dolgoztad fel? Te emlékszel rá, hogy hogyan jutottál idézőjelben A-ból B-be? Hogyan tudtad ezt feldolgozni magadba, és hogyan tudtad elfogadni? Mert szerintem
Szerintem azért ez eléggé kardiális kérdés abból szempontból, mert a manapság a világon az emberek, ahogy te is tudod, meg egy csomószor beszéltük, a mai embereknek a 70%-a az depresszióba szenved. És a depresszióból nem tudnak kijönni. Tehát bármi most már igazából azt szoktam mondani, hogyha nem balról, hanem jobbról süt a nap, már attól depresszióba kerülnek az emberek. Ezt egy ilyen minőségű, mennyiségű és grandiózus problémát én nem hiszem, hogy nagyon sokan fel tudták volna dolgozni, és nekem ezért is, hogy ahogy kezdtem a beszélgetést, ezért is ragyogtál mindig kicsit így fönt. Én ugyanezeken végigmentem. Csak... Valami a fogom közében, bocs. Nincs egy fogpiszkáló. Nincs. De van. Megvan, köszönöm. Hogyan tudtam feldolgozni? Aha. Nagyon egyszerűen. Bocsánat. Hát gyakorlatilag nem volt senkibe kapaszkodom abban az időben. Nekem volt egy... Pénzem nem volt, de szerencsére volt egy akkori olyan baráti társágom, akik nyilván nem anyagilag támogattak, de abban az időben nem mondok neveket, de említek Gergő, Walter, Erik, Alex, Áron, stb. Szabi, akikkel úgy jól éreztem magam, és nem ezen kellett gondolkodnom, hogy nekem nincs pénzem, nincs mit ennem, mert gyakorlatilag ebből a társakban is egyébként jó módok voltak nagyon sokan, de valakinek például hasonló helyzetbe járt, mint én. De úgy vagyok, azért mégis el voltam, együtt edzettünk, együtt bandáztuk. Például az üres lakásomban volt, hogy bútor se volt benne, mégis nálam ült mindenki mindig. 10-15-en voltunk abban a kis lakásban, és földön itt ott ültünk, és nekem ebben az időben a barátaim ebben ilyen téren nagyon sokat segítettek. Viszont hogy tudtam feldolgozni, két opciód van, vagy beledrodsz és beletörődsz és keseregsz és szart sérsz-e, vagy felállsz, megrázod magad és mész tovább. Tehát nekem ez az opció volt, és ebben az időben mindig ott volt, egy dolog volt ott, nem volt pénzem, nem volt gyakorlatilag kurvára semmi. Ruháim voltak jó ruháim, mert abból, amiket megvettem, azok megmaradtak persze, meg ezekre mindig nagy igényt fordítottam erre. Ezeken kívül gyakorlatilag, hogy szépen fel tudtam öltözni, mert meg tudtam élni, kurvára nem volt semmi, egy dolog volt ott, az edzés, az mindig ott volt. Na. Ha volt pénzem, ha nem volt pénzem, az mindig. És ez mindig kikapcsolt, és mindig ez vitt előre. Nekem amikor így berobbantál az első versenyeddel, akkor utána szerintem nem sokkal később elkezdett a Repsit talán támogatni téged? Hát ez már azért odébb volt, igen. Odébb. Az később volt. Később volt? Később. És mindenki körünkbe, akik még akkor versenyeztünk, mindenki azt kérdezte, Krisztián miért támogatja a Repsit? Mondom, nem bazd meg, miért az a kérdés, hogy miért támogatja? Mondom, miért nem örülsz neki, hogy valaki támogat a Repsit? Mondom, én is örülnék, ha már engem támogatna, de nem az a baj, hogy nem engem támogat, hanem örüljünk azt, hogy őt legalább támogatja. Hát igen, ez a magyar betegség, az irítség, az mindig is itt volt, meg itt van ebben a testépítő társadalomban, sajnos még jobban jelen van, hogy a szemedben mosoly, meg rajtizik a hátad mögött, meg ó, szar, ó, nem jó, fú, meg kibeszélik egymást. Mennyi cipőd van? Már nincs olyan, és hát sok. Édesanyámnál is rengeteg van, hogy összem összesen. Hát bomba, nem hiszem, hogy 100 pár biztos, hogy 100. Most már én sem szeretem. Annyi azt hiszem van. Melyik a kedvenc? Mármint, hogy... Nincs kedvenc, mindig az aktuális, amit megveszek, azt szoktam hordani. Tehát ezeket nem csak gyűjtő darabként veszem, hanem hordom is őket. A kérdés az volt, hogy egy versenyszezont végig szenved valaki, akkor mellette nagyon erős mentális problémák, illetve mentális terhek nehezednek a vállunkra, hogy ezt hogyan vészeled át, hogyan kezeled, hogyan tudsz egyről kettőre jutni? Vannak könnyebbek, meg vannak nehezebb időszakok nekem is. Hogyan kezelem? Én általában jól kezelem a stresszt, én nem szoktam idegeskedni, vagy stresszelni, esetleg olyan helyzet jön a felkészülésbe, vagy olyan szakaszál vagyok. Hogyan próbálok nyugodtan, meg... Nincs ilyen, valami, most mondhatnám, hogy meditálok, meg ami jól hangzik, meg hogy nem tudom, miket csinálok, jogázok,
hogy tököm tudja, mit lehet még csinálni. Egyébként a meditáció érdekelne, de nem mélyültem még ebben jobban. Próbálok mindig a megoldást megtalálni, ha esetleg több problémám van, akkor mindig sorra venni őket. De most mire gondolsz, vagy hogy... Akkor inkább azt kérdezem, hogy szerinted ez beállítottság kérdés, hogy valaki szimplán jobban kezeli? Ez tanulható. Ez az évekkel rutin szerzel már, ami visszagondolsz majd, ha pár évet versenyzel, és visszagondolsz majd pár év ezelőtt, ami esetleg nehezen ment volna. Na most az pár év múlva az így megy, tök könnyen megy. Tehát diétázni is évről évre egyre. Nyilván nem az utolsó szakasz az nehéz, az mindig nehéz. Az utolsó 2-3 hét, de megtanul azt kezelni, hogy éhes vagy, megtanul azt kezelni, hogy fáradt vagy, megtanul azt kezelni, hogy nem olyan hangulatban vagy, és rájössz arra, hogy a világ azt a te diétádat leszarja, nem érdekel senkit. Szarik bele, nem a világnak kell alkalmazkodni hozzád, mert senkit nem érdekel a kurvára a versenydiétád, más haldoklik, másnak családi problémája van, más ott hagyott az apja, az anyja, nem ismeri a szüleit, stb. Tehát ez valakinek ez a te kis versenydiétád annyira nüansznyi kis fasság, meg semmi, ezt neked kell alkalmazkodni a világhoz, és ezt majd idővel folyamatosan meg tudod jobban kezelni. Így van, remélem is, hogy nekem volt annó egy mondatom, hogy azért, mert én diétázom, azért senkinek nincsen joga szenvedni egy másodpercig, percig se. Tehát nekem attól, hogy én annyit szoktam kérni a bármelyik diétámnál a páromtól, hogy amikor eszik valami olyan csokit vagy akármit, akkor ne reheljen rám konkrétan. De azon kívül... Engem nem zavar, az előbb zavart ez például. Ha valaki mellettem evett valami olyan dolgot. Ja nem, úgy, mellettem ehet bárki. Tehát én leszarom. Csak az, hogy direkt ilyen bunkó módon figyeld, így vagy is jövök. És akkor mondtam, hogy akkor mondom ezt, ezen kívül bármennyire. Tehát én chill vagyok diéta alatt. Tehát én a legnagyobb butha vagyok. Tehát én pont a rossz. És akkor amúgy vagy egy ideges. Szóval az, hogy a mindestépítés az egy viszonylag önző sport. Hát itt tulajdonképpen magadra kell a legjobb. Csak a sport, nem önző. Én szerintem. Az ő sport önző. Minden ilyen sportönző. Vesz, én soha nem mondtam azt, hogy tehát én nem jutottam volna soha a színpadra, hogyha nem annyian állnak hátra. Ez is igaz, persze támogatok sokan, de te amennyien támogatnak, te lehet nem tudsz annyi figyelmet szentelni rájuk, mert magaddal vagy elfoglalva meg a versenyeddel. Én mindig úgy voltam vele. Nekem egy fontos volt az, hogy az emberek mellettem legyenek, és ezt mindig próbáltam arra figyelni, hogy bárkivel, hogyha mondjuk problémája volt, vagy bármilyen soha, vagy akart velem beszélgetni, akkor ezt ugyanúgy végig tudtam. Nekem egyetlen egy megoldásom volt, mindig előtte kellett egyet kajánom. Tehát, hogy igazából tudjak figyelni, ne az ellen, hogy csak nézek és 3 másodpercenként elkalandozik a figyelmem. Hát jó, azért már a vége felé vagy lassú, az nem úgy fog, nem úgy működik. De nem volt olyan, hogy magadat kellett előbbre helyezned, ugye nyilván azért, mert van egy főső cél. Nem, én úgy rendezem el a elkövetkezendő több hónapomat is, hogy ettől eddig edzek, ettől eddig megy, és akkor ezek vannak. Tehát nekem, én egyszerre több mindent csinálok, de nem én vagyok a lényeg most. És te, Krisz? Elbambult. Mennyire problematikus ez, hogy ha magadat előbbre helyezed egy első felkészülés során? Ha most a szűk környezetednek szerintem ezt tudnia kell tolerálni, vagy esetleg megfelelően kezelni, hogy neked például esetleg egy családi rendezvényre vagy összejövetelre neked a kajádat vinned kell, vagy esetleg neked ott nem tudsz olyan színben, mert te fáradtabb vagy, mert te nyűgösebb, te ingerültebb vagy, valaki mélyeszik, mert te például sütemény, te kezd meg kell tudni kezelni, de úgy gondolom, hogy az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez tanulható és ez elsajátítható. Sokkal több mindent ki fogsz tudni bírni, amit az elején például zavart. Az, hogy meg tudod kezelni, hogy éhezel, éhes vagy ezeket, ez mind kontrollálható és tanulható. Én nagyon látványosan tudtam szenvedni az első diétáimban. De a legnagyobb szenvedő az Kati Béla. Kati Bélától senki nem szenved jobban. És a leg... fapofába, aki legjobban bírja, az szerintem az Kornél. Kornél Kornélnak például azt mondta,
tehát én nulla szénhidrát, én egy-két, meg aki mondja, hogy egy hétig sokkal nulla szénhidrát, akkor neki két hónapig volt nulla szénhidrát. Azt akkor. Nincs visszatöltés, semmi két hónapig nulla szénhidrát. Akkor mégiscsak típus kérdése is. Valamilyen szinten típus is, igen. Elhatározottság is. Az, de és ez pontosan ez tanulható, meg fejleszthető a mentális képességed, meg készségeid. Másik irányba eveznék egy picit, és talán vissza is eveznék így a makrók irányába. Te neked hogyan szokott kinézni általában a diétádnak a vége? Mert hát szerintem azért az a fontos, hogy honnan indulunk és meddig jutunk el. Tehát te, ez a tipikus kérdés, amit szoktam fel is tenni, hogy mennyire hiszel a nulla CH-ban? Illetve neked a... Én a maximum, amit leszoktam, és nekem az 50 gram az nulla gyakorlatilag. Tehát nagyon alacsonyan leszoktam vinni, mikor esetleg megáll a fogyás, vagy bele kell húzni, de sem, ha jól visszaemlékszem, ez sem volt olyan sokáig, azt hiszem, meg nincs a nulla, vagy esetleg 50, nem nulla, 50 gram CH, nekem az nem szokott ilyen heteken keresztül lenni, max. Egy 4-5 nap, van egy magasabb high carb day, és utána esetleg vissza fokozatosan, de olyan nincs, hogy csak nulla vagy alacsony van hetekig, vagy húzamosabb ideig. Pár napig előfordul, 3-4, de már azt vettem észre, hogy ilyen testsúlya a 5. nap az már kemény, az kemény azért 50 gram szénhidrát kardiózni, edzeni. Utána viszont szokott lenni általában, sőt nem általában mindig egy magasabb nap, egy 4-500, vagy esetlegesen a magas napon az 500 gram CH-ba beleszámolva még egy burger is belefér. Uh-huh. Hát a csapatétkezésnek is van helyes ideje. Aha. És akkor, amikor elkezded a diétát, én szerintem kettő ilyen nehéz időpont van. Nyilván a diétának az utolsó időszaka. Az az utolsó 3 hét. Az nehéz. Meg neked nehéz szokott lenni az első 3 hét, amikor úgy idézőben kitisztázott, nem? Nem, nekem az utolsó fázisa, vagy az utolsó 3-4 hét a diétának. Ott sem a maga CH-nak az elvétele, vagy nem az visel meg, hogy kevesebbet teszek, nyilván ez is rossz, mert éhezek, meg éhes vagyok, meg azért ennék, hanem én ahogy csökken a testzsírom, meg alacsonyabb a CH-n, ezzel arányosan ugyanolyan szarul kezdek el aludni. Uh-huh. Mennyire fontos neked a nagy súly használata az edzésben? Ez végig megvan, még megvan maradt, tehát én nem... Ahhoz, hogy megtartsd rendem a tömeget, meg maradjon rajta megfelelő minőségű, tehát meg legyen az izomnak a keménysége és meg az a gránit kinézete, ahhoz az intenzitás, vagyis a súly az szerintem elengedhetetlen. Nyilván az utolsó, tehát valahol tudni kell mérlegelni, hogy neked most az utolsó 4 hétben megérje belenyomni abba 180-ban, vagy mondjuk 6 kilót, vagy visszaveszel 150 vagy 140 kilóra. Nem feltétlenül leszel jobb, ha te 180 kilóval nyomsz 3 héttel, vagy 2 héttel versenyt 6-ot, ha visszaveszel 150-re. Viszont én valamilyen pszichésen az jobban... Jobban úgy érzem, hogy mindent beletettem, vagy százszerzékosan teljesítettem, de nyilván most ezt, ha tudományosan nézzük, vagy ha megnéznénk egy kutatást erről, kurvára nem így van. Honnan szoktál egyébként informálódni? Nagyon sok helyről. Podcastekből, Instagram oldalakról. Vannak megbízható Instagram oldal ilyen szempontból, szerinted? Vannak. Magyarok is, vagy csak külföldiek? Magyarok közül. Van. Például a Gyergyószegi Ferencnek az oldala, a Diet Gains, a Sanyinak az oldala, a edzéssel kapcsolatban például a Biobuilding, a Jakusz Szabinak az oldala. A ránézése például a Szabival sem mondanának, hogy mekkora expert az edzéssel kapcsolatban is, elég magas szinten áll. Vagy például a Gyergyószegi Ferinek is olyan képesítése van, ami azt a magyarok közül csak a Londonban végezte, szerintem csak neki van meg. Sára Gyurinak is. Bocsánat, a Gyurinak is. A Gyuri és meg a Kozolotki Tibi is nagyon nagy expert és nagyon nagy tudósa ebben a témában. Én hozzá képest szart se tudok, tehát tényleg a Tibi, a Gyuri, a Feri, még talán a Haris Évit is megemlíteném. Még a táplálkozásban azt mondom, Breyer Helgas megemlíthető, de ők tényleg nagyon magas szinten vannak, és amikor valakit látsz és jól néz ki, és testépítő, és azt hinnéd, hogy mennyit tud, meg milyen faszán vágja a dolgokat,
az azért, mert jól néz ki, és kurva izmos, az nem feltétlenül annak köszönhető, mert kibaszott okos. Mert vagy tud katona lenni. Mert jól reagál a gyógyszerre, keményen tud edzeni, jól kell és kész. Most ha abból indulnánk ki, hogy azt hiszem ezt pontosan írta valami egy ilyen vitában, most nem mondom hol, hogy ha ebből indulnánk ki, hogy ki milyen izmos és milyen okos, akkor Ronnie Coleman kéne a legokosabbnak lenni, mert ő volt a legizmosabb, mint tudjuk, azért Ronnie Coleman nem volt agyasebész, tehát egyszerű volt, mint a vonal. Kurva jó genetikája volt, jól legált a gyógyszer és kibaszott kemény edzett, de tudományos alapban megközelítés az nulla volt, mert nulla az edzése. Másik téma szintén, csak így kapkodok a témákból, meg így amik eszembe jutnak még így az előzetes készüléseim alapján. A csajok esetében mit szólsz az anyád használathoz? Baromságnak tartom. Ha egy nő gyógyszerhez akar nyúlni, az készüljön fel arra, hogy a hormonrendszer és hormonális rendszer totálisan fel fog borulni, és jó esetben fog visszaállni évek alatt, mondjuk teljesen normálisan. Szerintem, ha valaki bikinibe akar felállni, akkor annak... Azért láttunk Magyarországon nem kevés olyan bikini versenyzőt, akik még egy... Konkrétan is tudok, természetesen persze. De szerintem ahhoz, hogy profi bikini, ott már másabb a téma, ott már azért nyilván valamennyien használnak egy kis anavárt, egy kis növit, egy kis ezt-azt, de úgy gondolom, hogy egy bikinistánynak ahhoz, hogy eljusson egy profi szintre, vagy esetleg profiba is, tudok olyat, akinek kiemelkedő fizikum is profiba versenyzik, és nem használ esetleg semmit, simán el tudja azt a fizikumot érni, azt gyógyszerhasználat nélkül is. Amelyik nő, nem értem, hogy egy nőnek annyira érzékeny a hormonrendszer, annyira érzékeny az egész teste, hogy magától egy versenydiétától is borul a ciklusa, az alacsony zsírtól, és pajzsmirigye is tönkre megy, és nagyon sok, nem mondok nevet, meg ne vegyem senki magára, mert én szeretek, meg tisztelek mindenkit, de nagyon sok versenyzőcsapatot látok, akik tönkre teszik a lányokat. Valaki nagyon ért hozzá, valaki nagyon nem, de nagyon sok csapatból hazabasszák azzal, hogy most kurva egyszerű lányt egy bikinistányra, lebaszni neki a kalóriát, leverni a CH-t, kardióztatni, egyél tilápját, brokkolyát, ezt majd beszáradsz. Hát persze, beszáradsz, csak hát milyen áron? Hát. Ez nagy tudomány nem kell ahhoz, hogy most megmondjam, hogy nulla CH, tilápia, brokkoli, kardiózzal 40-50 percet, szép fékony lesz, izmos lesz, szálkás lesz. Izomtalan is. Tehát sok embert látok nulla szakmai tudással osztani az eszet, és lányok egészségével játszani úgy, hogy kurvára nem ért hozzá, nem? Azért, mert vannak eredményei, meg eredményes lányai, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy neki van szaktudása. Uh-huh. Egy női versenyzőnek, meg egy lánynak sokkal... most egy fiúnak mit tudsz elbaszni? A max... egy kis PCT-vel helyreállítod a saját tesztóját, meg hamar helyre. Viszont egy nőnek olyan komoly károkat tudsz okozni, ami évek alatt áll helyre. Fiúknál is persze vannak, de egy fiúnak más. Most oké, kicsit fedettebb, zsírosabb, vizesebb, nincs saját tesztója, megoldja gyógyszerre, vagy megoldja esetleg egy komolyabb orvos helyreállítja. Hát, gyerek vállalás probléma. Nemzés az is, de az is olyan függő, hogy valaki például versenyfelkészülés alatt fogad meg a gyereke. Például nem mondok példát, de tudok példát mondani közelebb, nem akarom kiemelni, de nekem jó barátom, és neki is így fogom meg. Valakinek például utána, de valakinek akkor fogad meg a gyerek, mikor elkezdett újra kokszolni, de nőnél is például, én nem is értem, és a fejemet fogom, hogy nagy nevű bikinis csapatokhoz mennek a lányok, mert ők karrierről álmodnak, meg karriert akarnak építeni. Olyan analfabéta, szaktudása nem rendelkező emberekhez, akik nem értenek hozzá. Én nekem volt régen egy mondásom, hogy... Van, aki ért hozzá, viszont valaki nem, ezt aki inge magára veszi, aki nem. De más csak az egészségével azért... Én ezt ahhoz kötném, hogy te fel tudj készíteni esetleg, vagy versenyzőket vállalj, én ehhez egy komolyabb képesítést adnék, amivel te képbe vagy azzal, hogy mit, hogyan csinálni, mert
Nincs jogod azzal, hogy nulla tudással, mert oké, csináltál pár vert, megcsináltál, felkészített 10, 20, 30, 40, 50 bikinis csajt felkészítettél, de ez nem jelenti azt, hogy neked van hozzá tudásod. Nem gondolod, hogy ugyanígy elkurvulna a szakma, mint adott esetben mondjuk a személyedzősködés? Mert ott is csak előbb-utóbb pénzt látnának azok, akik képesítik ezeket az embereket. Mert tegyük hozzá, hogy hány ember van verseny, pont, de képesítés alatt, így van, képesítés alatt valós tudást és valós képesítést értek. Nem csak az, hogy egy OK és tanfolyam is elvégzett egy hétvég alatt. Tehát akinek versenyző csapata, ami versenyzőket készít fel, és az ő nevén fut a csapat, annak ahhoz kötném azt, hogy egy komolyabb szakmai tudással rendelkezem, amit nem tudsz megszerezni egy hét vagy egy hétvége alatt, én ezt így látom. Hát én évekhez kötném. Vagy akár évekhez is, igen, igen. Mert ugyanolyan szakma, mint akármilyen, és főleg szerintem sokkal veszélyesebb, mert emberek életével játszol. Egészségével, pontosan. Hát én inkább a másik problémát, amit az előbb is említettem, mert fiúknál is nem egy olyan ember jött hozzám, és küldtem tovább, mert én úgy gondoltam, hogy nekem ahhoz nincs elég tudásom. Hogy nem esett be nekik a gyerek, és nem tudta, nem volt élő hímivar sejtjük, és onnantól kezdve én mondtam, hogy szerintem ezt egy sokkal nagyobb tudású emberhez kéne elmenniük, tehát én nem voltam soha rest tovább küldeni az embereket. Én se tudok mindent, én se vagyok expert minden témába, akit embereket kiemeltem, ők sokkal magasabb szinten vannak, remélem egyszer én se jöttök olyan szintre, de ha valaki olyan témába akar, vagy olyan témát kérdez esetleg, amit úgy gondolom, hogy nem tudok, vagy ez az én szintem ezt nem üti meg. Most tűnhetnék úgy, hogy hú, be ne égjek. Most hát valamit mondani kell, de nekem ezt nincs jogom ez ítélkezni, az ő egészséggel ezzel játszani, hogy bármit mondjak, ami jól hangzik, vagy kútfőbe merítem. Tehát más más a valakinek a saját tapasztalatán, van egy véleménye, ez a véleményem. De ez a véleményem, hogy most szeretem ezt hangot, ez a vélemény, hogy szeretem. Viszont a vélemény ahhoz, hogy te ilyen dolgokba leássál, az kevés. Rengeteg kutatás, tanulmány, metaanalízis foglalkozik ezzel egy bizonyos témákkal, amiket te mondhatsz, hogy ha nem úgy van, mert az fasság, mert én például ezt nem így láttam, és nekem nem így működött, ez a te véleményed. Viszont az, hogy ezt évekig kutatták és alátámasztották, az meg egy bizonyított, kibaszott tény. Szóval ne felejtsük el, tehát és sokan ezt keverik össze ezzel. Azért, mert valakinek van egy véleménye, meg ő testépítő, meg ő kurvaizmos, az nem azt jelenti, hogy az lenne a tuti, meg az lenne az igaz, amit mond. Mm. Tehát ez olyan, mintha valaki azzal vitatkozott annak idején, hogy hát azt mondta, hát a lapos a föld, és valaki mondta, hogy te hülyed, hol lenne például a föld az laposnak, ez hasonló. Hasonló színbe jár a Magyarországon lévő például tudás nagyon sok embernek. Ki olyan emberekkel akar vitatkozni, akik kurva magas szinten vannak, de egyszerűen lehet, hogy nincsen olyan fizikum, vagy nem úgy néz ki, és nem akarják elismerni, hogy az meg igazol. Mennyit jelent szerinted genetikai adottságok, illetve genetikai, így mondjam, előnyök a sportban? Adott esetben nyilván tudjuk azt, hogy egy versenyszinten sokkal jobban kijön, de nem is ez lenne a kérdés, mert ez szerintem egy szimpla kérdés, ami egyértelmű. Inkább elmennék abba az irányba, hogy egy csomóan azt a kifogást találják, hogy ők azért nem fogynak le, mert ők azért nem lesznek izmosak, mert vagy ők azért nem néznek ki jól, mert vagy azért nem tudnak elérni egy amatőr versenynél mondjuk egy eredményesebb helyet, mert a genetikai adottságuk ezt adja. Ahhoz, hogy te a legmagasabb szintre jussz, például a profi ligát nézel, a legjobb, egy Mr. Olympiát nézel. Hát az egyértelmű. Alap mindenkinek. Ott alap, hogy csúcsgenetikája van, alap, hogy ott a legjobb húsrác van a világon, aki oda kijut. Tehát az alap, ott a genetikai tényező, ott nincs mire beszélni, mondjuk a legjobbak. Viszont esetleg egy átlagos genetikával rendelkező srác, aki keményen beleteszi a munkát és 100%-osan belepakolja mindenben, mind a kajába, az edzésbe, a pihenésben, mindegyikben 100%-osan teljesít, az mindig meg fogja verni az olyan genetikával, legjobb genetikával rendelkező srácot, aki esetleg ninkebb, vagy esetleg aki minek edzem kell, mennyebb van, ő így is izmos, így is jól néz ki. Például a Dorian Yates mondta, hogy a Flex Wheeler úgy edzett volna, hogy ő, meg úgy olyan esélye nem lett volna soha. Csak hát a Flex Wheeler nem edzett úgy, mert a Flex Wheeler szerette, ha tele az orra, szerette, ha
lusta volt egyszerűen, kényelmesen edzett, eledzegetett, és minek edzen keményebben, hát ő így is a flexul, és így is jól néz ki. Azt hiszem Doriantól tették fel, nem Ronitól tették fel egyszer a kérdés, vagy az edzője a kérdés, hogy jó, akkor most együtt edzünk már 3 éve, és akkor mondnak, hogy hányszor csaltál, mert hogy ehhez meg ehhez volt a közöm, flexhez, Kevinhez, ezekhez, és mindegyik csalt. Te mondd meg, hányszor csaltál? Hát nem csaltam. De hát verseny után, hát akkor sem, nem mondtad, hogy csalhatok. Hát pont a Ronny Coleman erre nagyon jó példa, aki roppant jó. Nem is tudom, talán hány millióból engedték, talán 100 millióból egy engedték, ha van. Mind a struktúrális, mind az izom tömegét tekintetően. Viszont a agyban nem volt annyira. Ez volt ami hátrány előnye is volt, nem volt a legokosabb. Neki azt mondták, hogy ezt csináld, akkor azt csinálta. Tehát ő nem volt vissza. Én 2-1 hétig voltam így együtt velem, mert én a BSN-nek a londoni szponzorát jó voltam, és volt nem úgy, egy nagyon jó szívű, jó lelkű ember, de nem egy az sem biztos. Nagyon jó szívű, nagyon jó lelkű, és mindig megosztotta például velem a kajáját, de olyan úgy beszélt, mindig így mellette ültem, hogyha 2-nél több ember volt a területen, ő mindig ilyen tök mélyen, rettentő mély hangja volt, nagyon lassan beszélt, és én meg hát nem tudtam annyira jól angolul, mint amennyire kellett volna. Úgyhogy a kajálásunk az úgy nézett ki, hogy... Texas akcentussal ráadásul. Igen, én így néztem, és megpróbáltam kitalálni, hogy ő mit mond. Ő elkezdte mondani, és általában az angol szponzorunk az, aki fordított nekem, vagy az elmondta még egyszer. Úgyhogy teljesen sík hülyének tűntem mellette. Úgyhogy akkor mondtam egyszer azt, hogy mondom, hogy amikor Ronit azt mondják, hogy nem a legélesebb kés a fiókban, akkor én voltam a nyele. Úgyhogy az még egy ilyen. De tényleg, tehát én is egyetértek ezzel teljesen, mert én meg azt látom, hogy sokkal több ember fogja most már arra a genetikai betegségeit, vagy pohasmirigy betegséget, vagy bármilyen betegséget kitalál, hogy miért nem fogy le alapjában. Vagy a másik véglet, mikor túl gondolja magát azon, ahogy ő milyen adottsága lenne, és esetleg azt hiszem, hogy neki jó adottsága van, vagy ő esetleg kurva jó, és nem. Nem akarja elfogadni, nem. Nem. Hiába előadhat, hiába csinál, hiába nyomja, és látszik, hogy van sok versenyző, aki tisztában azzal, hogy nem a legjobb genetik adottságokkal rendelkezik, nem a legjobb, viszont ő ezt szereti csinálni, szeret versenyezni. Van a másik kategória, aki szintén nem a legjobb genetikával rendelkezik, nem is jönnek úgy az eredményei, szarul is néz ki, viszont ő ezt nem akarja elfogadni, hogy ebben ennyi van, nincs több. Én az elsőbe tartozom, én tudtam, hogy nincs volt jó genetikám. Nincs több, és elrőlteti foggal, körömmel, mindent belerak, mindent feláldoz érte, és nincs értelme egyszerűen. Ezek az emberek, az utóbbiak, amit elmondtál, azok igazából hiába mondják el nekik, ők nem is akarják észrevenni ezt. Nem akarja, esetleg egy hozzáértő is közli vele, hogy nagyon szép, amit csinálsz, nagyon jó, tényleg nagyon kitartó vagy, de ez nem a te sportod, ez nem neked lett. Mostani... De nem, neki ez, és akkor ő csinálja tovább, de nem akar egyszerűen tudomás vanni róla. Azért itthon a versenyzők között is van egy pár ilyen nálunk. Sok, nagyon sok. Híresebbek is, úgyhogy... Sok önértékelési problémával küzdő ember van. Mit látsz? Még egy ilyen utolsó nekifutásos kérdés tőlem, és szerintem én ki is fogok fogyni a kérdésekből. Versenyzés után az embereknek a visszatérése az életbe. Ez azért szerintem aktív elég... Aktív versenyzés? Aktív versenyzésről, mondjuk úgy, hogy utána már csak edzeget és nem versenyez többet. Ez szerintem az egyik legerősebb kérdés, főleg... Nyilván még nem tartok ott szerencsére, igen, csak, de esetleg ott tartunk és ott fog tartani, akkor... Kérdés, te készülsz rá nyilván erre? Nyilván. Szeretnék úgy visszavonulni, hogy esetleg ez tudatos döntés és nem sérülés, vagy bármilyen egészségügyi problémát kell kényszerbe visszavonulnom, hanem egyszer azt mondom, hogy elértem, amit szerettem volna, vagy azt mondom, hogy hiába próbálom, hiába teszek be többet, hiába áldozom fel az egészségem is felesleges, mert nem fog eljutni olyan szintre, például a profiligába, ha úgy látom, akkor is azt fogom mondani, hogy visszavonulok, viszont nagyon sok sportoló, meg élsportoló, miután visszavonul, depressziós lesz, nem találja magát, egy olyan embernek, aki mindig a sport volt az élete része és a napjainak a része, és
esetleg sikeres volt, vagy elismert volt, vagy Rivalda fényben volt végig, annak szerintem még nehezebb, mert megszokja azt, hogy egy például egy olyan fizikum, amely testépítnek, ami általában felül megnézik. Ez neki magabiztosságot ad egy férfinak, vagy egy nőnek, hogy nagyon csinos, akárhova megy egy testépítő férfi, vagy egy fitnesses csaj, strandon, boltba, utcán azért azt mindenhol megnézik, ha mindenhol megcsodálják. És esetleg, ha már nincs olyan fizikumod, akkor mert megkopik, vagy esetleg veszesz ebből az izomtömegből, vagy már nem vagy olyan csinos nőként, és visszavonultál, ezt lelkileg is nagyon nehéz feldolgozni, hogy már nem úgy néznek, nem. Viszont egy intelligens sportoló, meg egy intelligens embereket tudnia kell kezelni. Nyilván ez nekem is nehéz lesz, ha visszavonok, és nem leszek ilyen izmos, nem leszek ilyen nagy darab, ahol mindenhol megnéznek, meg hú, de izmos. Viszont azt tegyük hozzá, hogy még ezt csak egy pont kitérő zárójában megjegyzem, hogy ez sokan mondják, hogy milyen jó, nem, ez nem jó, ez nem kényelmes, ez higgyétek el, hogy 130-140 kilónk lenni húzamosabb elég, ez nem. Én géppel alszok, fáradékonyabb vagy, nem kapok magamra egy kibaszott ruhát, nincs egy ingem, csak max, ha varratok, kikopik a gatya, a farmer, a combomon, nem tudom a cipőmet bekötni, egyre vagyok 130-140 kiló, tehát megvan a szépsége is, nagyon jó, meg kitolod a maximumot, meg kihozod a fizikumodban, amit el tudsz érni, de ez nem élhető, ez kurvára nem kényelmes, és én szeretek nagy darab lenni, meg nagyon izmos lenni, de higgyétek el, hogy ez nagyon sok árnyoldala van. Arról nem is beszél, hogy mennyire megterheli a testet az élsport, viszont ha visszavonulok, sokkal élhetőbb, egy sokkal könnyebben feltartható fizikumot is szeretnék tartani. Az edzés az mindig az életem része lesz, mert meg kell találni szerintem az embernek azt a dolgot, amikor miután visszavonul az élsport után is, ami motiválja esetleg új célokat találni. Viszont ha az évekat egy nagyon jó brandet felépítesz, ami tök mindegy, hogy te 140 kiló vagy, vagy több mindegy, hogy te 110 vagy esetleg 100 kiló vagy. Én ugyanaz a Berecki Krisztián fog maradni nagyon izmosan is, meg ha visszamondok, próbálok egy olyan brandet felépíteni, hogy az emberekbe, tehát ne feltétlenül csak a fizikumot lássák, hanem azt lássák, hogy elott a sporthoz, szereti a sportot, és ugyanúgy idézelbe felnéznek, meg tisztelnek. Most nyilván ezzel én tiszteltet vívok, hogy nagyobb a tömegem, nagyobb izmosabb vagyok. Tehát szeretnék egy olyan nevet, vagy olyan brendet csinálni, amit ugyanúgy tudnék fenntartani, meg építeni, és kisebb tömeggel is. Viszont visszatérve a versenyzés nyilván borzasztóan fog hiányozni, nyilván nagyon hiányozna. Meg kell találni másnak ez abba nyilvánul meg, vagy abba teljesedik ki, hogy versenyzőket készít fel, úgy, hogy ebbe a világban maradjon. De szerintem ez idő. Ezt például megnézzük a Dorian Yates-t is, ő is nagyon sokáig nem találta önmagát, hogy mit csináljon. És most nagyon sok podcastben és riportban elmondja, hogy most jógázik, füvezik, Marbeján él, túrázik, biciklizik, és el sem tudta volna képzelni, hogy ezt valaki azt, az időben azt mondja, hogy te jógázni fogsz, meg biciklizni, meg túrázni, meg a fűben, lótuszülésben meditálni, akkor ő kirögte volna, és ő ebben megtalálta újra a boldogságot, megtalálta ebbe újra, ki tudott ebbe teljesen teljesedni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt mindenkinek tudni kell utána kezelni, és megtalálni egy olyan dolgot, egy olyan másik dolgot, ami ugyanúgy ki tud teljesíteni, mint akár a testépítésben. Nektek van még kérdésetek? Jó, akkor én nagyon szépen köszönöm Krisztián, hogy eljöttek. Én köszönöm, hogy itt lehettem, Dániel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm nektek is, hogy itt voltok és kérdezhetek. Köszönöm szépen a hamburgert. Jövő héten Bognár Geri lesz a vendégünk, hogyha szeretnétek idejönni a Steak Trezorba ugyanígy vendégként, mint a többiek, akik itt voltak, akkor nyugodtan jöhettek. Ne felejtjétek, szerintem biztos lesz egy-két kaja, amit meg tudtok enni, illetve vannak vendégváró kajáink is, amivel szintén ugyanúgy, hogy így mondjam, ingyen kaphattok valamit. Minden hétfő este 9 órakor Monday Shark Live, és ahogy az előbb is mondtam, Bognár Gergő lesz a vendégünk, ugyanígy a Facebookon fogjuk kezdeni, és a YouTube-on fogjuk befejezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, szép estét mindenkinek, sziasztok! Jaj!